Ma a térképek fajtáiról fogunk beszélni. A térképeket nem csak a méretarányuk, de a tartalmuk, valamint az előállításuk módja szerint is csoportosítjuk. Nézzük, hogy hány csoportba oszthatjuk tartalmuk szerint a térképeket. Három csoportot alkothatunk, a földrajzi, a topográfiai, valamint a tematikus térképek. Nézzük ezeket külön-külön. Földrajzi térképeknek azokat nevezzük, amelyek kontinenseket, országokat, vagy pedig tájakat ábrázolnak, mint például itt a képen látható térkép is, és ezeknek vagy a domborzatát, vagy pedig a közigazgatását jelenítik meg, de a lényeg, hogy földrajzi térképek kontinenseket, országokat, tájakat ábrázolnak. A topográfiai térképek, ezeket úgynevezett helyszínrajzi térképeknek is nevezzük, azaz ezek úgy készülnek, hogy részletes terepi felmérést végeznek azon az adott területen, amiről a topográfiai térkép készül, ezért nevezzük helyszínrajzi térképnek, ilyenek például a turista térképek. És a harmadik, a tematikus vagy pedig szaktérképek, azok egy-egy területnek csak egy kiválasztott jellegzetes ábrázolják, mint például a képen is látható. Ezek a tematikus szaktérképek valamilyen természeti vagy társadalmi jelentőséget ábrázolnak egy adott területhez, terület egységhez kapcsolva. Az ezeken megjelenített téma gyakorlatilag bármi lehet, aminek van térbeli vonatkozása, tehát amiről be tudjuk határolni, be tudjuk osztani, hogy az adott területnek melyik részén mi a jellemző rá. Tehát például térkép lehet vinni választási eredményeket, születések számát, mozik elosztását, a szelek típusát, az éves csapadékot, talajtípusokat, tehát az éves napsütéses órák számát. Tehát rengeteg-rengeteg minden olyan téma, terület van, amit fel tudunk vinni tematikus szaktérképekre. Fontos nagyon ezeknek a térképeknek az elkészítésénél, hogy a megfelelő területegység kiválasztása az kapcsolódjon és passzoljon az ábrázolni kívánt témához. Készítésük módja alapján pedig megkülönböztethetünk hagyományos, papíralapú térképeket, valamint digitális térképeket. Digitális térképek nagyon elterjedtek napjainkban. A közös jellemzők az, hogy, és ez a nevükből is adódik, hogy valamilyen digitális adathordozó jelennek meg, azaz okostelefonon, számítógépen, laptopon, tabletten, tehát valamilyen digitális adathordozón jelennek meg a térképek. Nagyon nagy előnyük a digitális térképeknek, hogy gyorsan és egyszerűen lehet őket frissíteni a papíralapú térképekkel ellentétben, amelyek ugye mindig ugyanazt mutatják, ahogyan kinyomtatták őket. A digitális térképek többségét folyamatosan frissítik, és így mindig naprakész adatokat kaphatunk. Nem minden digitális térkép olyan, ami folyamatosan változik. Lehetnek ezek is statikusak, aminek a tartalma állandó is nem változik, de nagyon elterjedtek a dinamikus digitális térképek, amik ugye, amiknek a fő jellemzője, hogy a tartalmuk folyamatosan változik. Egy hozzácsatolt adatbázis alapján, ugye változó vagy változtatható. Ilyen például mondjuk a legfrissebb időjárási adatokat megjelenítő meteorológiai térképek. A dinamikus térképek egy része az úgynevezett interaktív térkép. Az interaktív térképek esetében maga a felhasználó az, aki a lehetőségekhez mérten kívánsága szerint tudja alakítani a térkép tartalmát. Erre például jó példa az internetes útvonal tervezők, amin ugye az utazni szándékozó jelöli ki, honnan indul, hova szeretne érkezni, milyen közlekedési eszközzel akar menni, merre szeretne menni, rögzítheti, megjelölheti az esetleg számára fontos útba állomásokat.